Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban az Autoglimnek az Instant Tire Dressing nevezetű gumiápolóját fogjuk kipróbálni, amit az autofejlesztés.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményemet fogjátok látni és hallani. A leírása szerint nedves vagy száraz kereken is lehet használni, és ideális esetben le kell tisztítani a gumit, habár azt mondja, hogy lehet használni tisztítóként is, csak akkor többször kell felaplikálni, tehát felviszi az ember, visszatörli, ha még koszos a kerék, mindig felviszi, visszatörli. Úgyhogy ezért én azt javasolnám mindenképp, hogy először megtisztítani a gumikat, hogy ne kelljen itt azzal szórakozni, hogy a gumiápolóval tisztítsa az ember a gumit. És még azt is mondja a felhasználó útmutató, hogy csak rá kell fújni és hagyni megszáradni. Amennyiben azt szeretnénk, hogy matt legyen, ne fény, akkor pedig felfújás után és egy kis idő után vissza kell törölni a felesleget. Na de én most csak fel fogom fújni, hadd fény legyen. Csapassuk! Na hát a különbség elég szembetűnő, ugye az alsó része, hát oda mag csak lefolyt, de azon nem volt anyag, és az sötétebb, vagy hát fakóbb, inkább így mondanám, nem sötétebb, fakóbb pontosabban, mert a másik része a sötétebb és fényesebb, tehát ahova applikáltam, ott látszik szépen. Nos, fiúk, lányok, ez volt az Autoglimnek az Instant Tire Dressing nevezetű gumiápolója. Szép fényes hatást kelt, de én mindenképpen azt mondanám, hogy azért egy jó idő után feltétlenül töröljétek vissza a maradékot, mert azért most, hát nem azt mondom, hogy egy órája fújtam rá, de azért már egy fél óra, háromnegyed órája legalább rajta van, és még mindig nedves volt, úgyhogy én gyorsan körbe törölgettem. Jó kis vízlepergető hatást ad neki. Tartóságáról pedig nem tudnék nyilatkozni, de mivel egyszerű a használata,
nem órákig kell vele pepecselni, viszont annyira nem is érdekel. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani a terméket. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!